Mindkét csapat jól teljesített eddig a tavasz folyamán, a legutóbbi három meccsét a kék-sárgában pályára lépő HFC és a piros-fekete mezes Honvéd Csikó csapata is megnyerte. Ennek megfelelően óvatosan kezdett mindkét együttes, majd jó 10 percnyi játékot követően Fritz erős, ám középre tartó lövését öklözte ki a mezőnyben Molnár kapus. A folytatásban egyre veszélyesebbek lettek a hazai akciók, a 19. minutumban Nagy András lövése megpattant egy védőn, a másik irányba elmozduló Kunságinak a kapufa segített a hárításban. Egy perccel később Kis Krisztián ütközött a 16-oson belül az egyik vendégjátékossal, ám a bíró sípja néma maradt, akárcsak a 26. percben, amikor Marton egy kapu előtti kavarodásnál talán nem önszántából került a földre. A vendégvédők ebben az időszakban több nagy hibát is elkövettek, így az első fél óra végén Kis egyedül törhetett a kapura, ám a rövid felsőbe tartó bombáját Kunsági nagy bravúrral szép mozdulattal védte. Nem sokkal később azonban már az utánpótlás válogatott hálóőr is tehetetlen volt. A 34. percben egy hatalmas bedobást megcsúsztattak a hazaiak, a felpattanó labdát Rácz Dezső félfordulattal védhetetlenül a felső léc alá lőtte. A folytatásban a házigazdák biztosan őrizték az előnyüket, a Honvéd nem nagyon tudott helyzetet kialakítani. A második félidő első veszélyesebb akciója is a vendéglátóké volt, ekkor Marton beadását Rácz csúsztatta a kapu mellé. A meccs hajrájában a fővárosiak mindent egy lapra téve rohamoztak, ám a HFC kontrái is veszélyesek voltak. A legnagyobb vendég lehetőség Volent előtt adódott, de a lövését Molnár szépvetődéssel hárította, s a hazai kapus így folytatta 392 perce tartó kapott gól nélküli sorozatát. A Hódmezővásárhelyi FC végül nehéz, küzdelmes meccsen 1-0-ás győzelmet aratott, ami sorozatban a negyedik sikere Rosnás Károly együttesének. A vásárhelyi csapat immár a rendkívül tömör élmezőn nyomában van, és 36 ponttal a 6. helyen áll. A következő fordulóban is nagyon nehéz feladat vár a kék-sárgákra, hiszen április 5-én vasárnap 16 órától a Kecskemét második számú együttesénél vendégszerepelnek.